Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok. Csabus a pályájával fogok játszani, aminek az a címe, hogy Back to the Future, azaz Vissza a jövőbe. Igen, ez a filmnek az adaptációja Minecraftban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez az egész, hogyan lehetett ezt egyáltalán átültetni. Ugyanis nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem a film, nagyon sokszor láttam, úgyhogy gyakorlatilag kívülről ismerem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt egyáltalán hogyan lehetett megoldani Minecraftba. Na, akkor kezdjünk is hozzá. Van itt egy ilyen, hogy magyar, English, hát mivel magyart választjuk, de ez amúgy mi? Ja, hogy ez csak a leírás dolog. Kenry 26, Csabusa. Na, jó, hát akkor nézzük, szabályok. Köszöntőt először. Üdvözöllek, ez egy kalandpálya, ami egyszerre játszódik a múltban, a jelenben és a jövőben. Reméljük pályánk rád is akkora hatással lesz, mint ránk ez a remek film. Köszönjük Robert Zemeckisnek és Bob Gale-nek, hogy megírták, és Michael J. Fox és Christopher Lloyd főszereplésével vászonra vitték ezt a mesterművet 1985-ben. Na akkor most jöhet a szabályok. Adventure módban játsz, ne állítsd át, most is abban vagy. Easy nehézségi fokozaton játsz, szintén beállítva, ismerd be, hogy Kenry jobb, mint Csabusa. Hát ezt nem hiszem, hogy nekem kéne megítélni. Ne craftolj, ne rombolj, ne építs. Spawn pointon kívül ne használj csalásokat. Ajánlott chat ablak szélesség 320, magasság 120 pixel. Igen? Akkor 120. Jó, és 320, ugye? Akkor ez a max szélesség. Na, rendben van. Kenry jobb, mint Csabusa? Hát mit mond a Csabusa erre? Csatornámon vár még sok kalandpálya és minigém. A linkért kattints a csatorna feliratra. Ha véleményed, ötleted, kritikád van, vagy találtál hibát, írj a csabusa69@gmail.com címre. És ha a nyugodt délutánokat szereted, ne építs közös pályát Kenryvel. Kenry, te mit mondasz? Amennyiben letöltötted ezt a mapot és el tudod olvasni, amit ide írok, akkor fogad őszinte gratulációm. Tudsz olvasni? Köszönöm! Az az igazság, hogy nem tudom, mit írhatnék ide. Kattints egy csatorna szóra, vagy küldj egy e-mail, küldj egy MLD-as SMS-t a 1799-es számra. Mit mondott Nóra Lacinak? Jelentkezését ma éjfélig várjuk. Ó, komám. Na jó van, akkor kezdjünk hozzá. Ott van Keralis. Hello, most vettem csak észre, hogy ő Keralis. Szevasz. Na nézzük. Ez nem ismerős még a filmből, mert hogy ez a tréning? Első kiképzés, a párbeszédeket és a küldetéseket ehhez hasonló gombokkal aktiválhatod. Tréning kiképzés 2. Kaptam egy könyvet. Minden küldetéshez kapsz egy könyvet, ami segít, ha elfelejted a feladatot. Most pedig menj végig az akadálypályán. Na akkor nézzük a könyvet. Invalid book tag. Na jó, akadálypálya. Ja igen, 1-8, ugye ez az ugrálós blokk. Gondolom akkor megkérjön ezt a gombot, és átugrani. Aha, ó! Oh. Yeah! Ez gyors volt. Három tréning kiképzés. Harmadik kiképzés, szép munka. A pálya fájai mellett találsz két térképet. Ezek segítenek eligazodni a pályán. Ha a végigjátszás közben csökken a jó lakottságod, látogass meg valamelyik üzletet, amelyik étterem ikononnal van jelölve. Ezekben ingyen kaphatsz ételt. Na, én ezt a térképet már oda pakoltam magamnak, szóval láttam, hogy ott van a fájban, ki is csomagoltam. Úgyhogy gondoltam, hogy majd valamiért szükség lesz rá. Úgyhogy ez már elő van készítve. Na, itt van valami. Einstein's Toy Bone, Einstein játékcsontja. Tréning kiképzés 4. Tőled balra egy klónozóriumot láthatsz. Akkor ő az. Ha elveszítesz egy fontos küldetéstárgyat, ezek segítségével vissza tudod szerezni. A térképen ezeknek a helye is fel van tüntetve, így könnyedén oda találhatsz. Most már csak egy dolog maradt hátra, megnyomni az aranygombot, és ezzel Marty bőrébe bújva nekivágni a kalandnak. Jó szórakozást! Egyébként mutatom, bedettem egy ilyen Marty skint magamnak, hogy alkalmazkodjunk a feelinghez, ugyebár. Na de hát akkor kezdjünk hozzá, aranygomb. Hillvéli 1985. Itt vagyunk Marty hálószobájában. Kérem szépen, első küldetés. Vajon mit csinál most, Doki? Menj át hozzá és deríts ki. Ne feledd, a könyv és a térkép segít megtalálni a célt. Ha elveszed a könyvet, nyomd meg újra a küldetéshez tartozó gombot.
és akkor most ugye kaptam egy ilyen könyvet, ami azt írja, hogy vajon mit csinál most Doki, menj át hozzá és deríts ki. Oké, itt van valami. Egy family fotó. LOL! Ez nagyon állat. Ez nagyon jó. Ja igen! Mert a filmben is benne volt, hogy ugye, na majd nem akarom lelőni a poént, bár nem hiszem, hogy olyan sokan ne láttátok volna azt a filmet. Na! Mi van? Át kell mennem Dokihoz. Na, azért nézzünk itt körül. Ez egy WC, gondolom. Jó, ládák, amik szerintem üresek, gondoltam. Ismét egy hálószoba. Ismét egy hálószoba. Számítógéppel. Ez az én szobám volt, igen. Ez itt már voltunk, és itt van még egy szoba, egy hálószoba. Meg egy picike láda. Ami csak design, ugyebár ma, hogy itt is. Na! Át kell mennem. Ó, itt nézzünk körül. LOL! George! Nézd ide! Na! Hát ez kurva jó! Hát ez nagyon állat! És ő ki? Dave! Ja igen! Martinnak a bátyja. Lorraine, az anyja, és Linda a nővére. Hát ez nagyon jó, gyerekek! 8. küldetés, na akkor itt még nem tartunk. Ez a konyha. Ez a garázs. Jó. Úda buli. Na! Ja, itt már voltunk, és akkor már csak ez az ajtó maradt. Aha! Ja, és akkor most kéne átmennem a Dokihoz, ugye? Menj át hozzá és deríts ki. Na, akkor most kéne a Dokinak a háza. Nézzünk térképet. Itt is van. Azt mondja, hogy... Doki háza. Na, ilyen üvegcse. Ja, itt van. Itt van az üvegcse a... Marty házával szemben. Na, jó. Akkor itt van a házikó. És akkor nézzük meg a Dokit. Kettes küldetés. Hé, Doki! Doki! Van itt valaki? Einstein, vakkancs egyet! Mi van itt? Második küldetés. Amíg nincs itt Doki, próbáld ki az erősítőt. Keresd meg a rendetlenségben az erősítő három kapcsolóját. Három kar, és tedd a vas blokkokra. Húzd meg mind a három kart, és penges a gitáron. Aha. Na jó. Oké, akkor keresd meg azt a három kart. Ja, hogy... Amplifier switch. Erősítő kapcsoló. Egyik meg is van. Nézzük körül, az összeset meg fogom nézni. Itt egy láda. LOL. És itt egy gitár. Itt a gitárunk, amit meg fogunk majd pengetni. Na jó, nézzünk körül. Töltsérekben nincs itt semmi. Itt van a második kar. Kapcsoló ugyanis. Ez a kapcsoló, igen. És akkor... Na, hát mondjuk... Nem. Jó, bele akarok nézni a piccomba. Még jó, hogy sikerül, nem? Kemence. Ülő. Jó, akkor itt nincs. Nem megyek, hiszen tudja, hogy itt lesz a valahol. A... Ez itt... Dá, de cseles! Na hát, ha ezt most nem veszem észre, nem bővök erre, ezt az életben meg nem találom. Na és akkor tegyük rá a karokat. Jó, kapcsoljam be őket. Na. Jó, és akkor pengessük meg a gitárt. A harmadik küldetés. Ez durva. A hálószobában csörög Doki telefonja. Vajon kikeresi őt? Fölöttem van? Aha. Doki, végre megtaláltalak. El tudnál jönni a Twin Pines Mall-ba 1 óra 15-re? Szükség lenne a segítségedre. A kamerámat is hozd el. Jut eszembe, ne babrálj az erősítővel, mert esetleg túl terhelheted a rendszert. És ne feledd, pontban 1 óra 15-kor. Ott leszek. Most mennyi az idő? 8 óra 25? A fene, elkéstem a suliból. Negyedik küldetés. Jennifer már biztosan ott van az iskola előtt. Akkor most kell menned a suliba. Igen, eddig nagyon jó, mert eddig teljesen olyan, mint a film. Mondjuk, aki nem látta a filmet, annak ezek nem ismerősek, ezek a mondatok, de hát nekem, mondom, abszolút. Na nézzük a térképet. Itt vagyok most. Akkor kijöttem ugyebár innen, és itt erre eljövök, itt van egy parkoló, és akkor itt kell lejönni. Na jó, tehát akkor balra. És akkor erre lesz a parkoló.
Basszus, de barom jól meg van építve. Már most nagyon tetszik az egész város. Ő ki? Ő egy járókelő. Nem mond semmit. És akkor az lesz a suli? Gondolom, hogy igen. Barom jól meg van építve, gyerekek. Eddig nagyon jó. Ez a suli. Remélem, hogy e felől van a bejárat, és nem a másik oldalon. Na nézzük. És... Jennifer! Ötödik küldetés. Ó, kaptam valamit. Ugye megnézzük. Há, Jennifer! Hello, Marty! Tessék itt az órarended. Ne felejtsd, suli után meghallgatás a tornateremben. Ne késsel. Ha azzal is végeztél, találkozzunk a városháza előtt. Oké. Ötödik küldetés, be kell menned órákra, utána pedig vár a meghallgatás. Rendben. Mit kaptam? Órarend. Első matematika, második biológia, harmadik meghallgatás. Most be kell mennem órákra? Ez hogy működik vajon? De mekkora! Ez nagyon állat. Itt vannak a szekrények, ez nagyon jó. Na jó van. Hát most... Egy tanterem. Apple. Jaj, ne! LOL! Itt egy alma. Na, matematika. Ezt a tárba gondolom. Feladat. Jaj, ne! Utálom a matekot. Feladat. Egy faluban 10 falusi van. 7 zombi megtámadja a falut. A zombik minden percben megölnek egy falusit, és minden harmadik falusi zombivá változik. Ha a gólem percenként megöl egy zombit, hány falusi éli túl a támadást? A helyes választ írd a táblán a zöld blokkra az első sorba számjeggyel, majd nyomd a felett a lévő gombot. Ja, hogy itt a tábla? Csak. Kréta. Hát ez nagyon állat. Na. Na jó, megmondom őszintén, nem nagyon van kedvem most számolgatni. Ez egy ilyen hasonlítés alapon lesz. Három marad életben. És gomb. Jaj, nem. Hát pedig 3 körül kéne lennie, nem? Akkor legyen 2. Kész. Helyes megfejtés! És akkor ennyi volt a matematika, most menjek a biológiára, ugye? Oda kellett. Ja. Na, menjünk biológiázni egyet. Ez ebédlő. Akkor itt föl, mert ott nincs semmi. Na jó. Hát meg iszik a izé vízből. A csapból. Ez lesz a biológia, gondolom a halból. És akkor itt is van Apple számítógép. És biológia! Ó, áttett valahova. Gomb. Feladat. Helyezd a Creeper testrészeit a megfelelő eszközkeretekbe. Ha kész vagy, nyomd meg a mellette lévő zöld gombot. TNT. Meg egy nyelv. Creeper fej. Fuse. Ez a kanóc. Tehát helyezd a Creeper testrészeit a megfelelő eszközkeretekbe. Ha kész vagy. Na. Hát az biztos, hogy a tetejére megy a feje. Ez 100%. Akkor ide a TNT, és nyilván fölé a kanóc. És akkor nyomj meg a gombot. Ó, helyes megfejtés. Király! Na, go tovább. Most jön a meghallgatás. Aha. Na, menjünk a meghallgatásra. Ez micsoda? Szertár, gondolom én. És itt mi van? Kartszem. LOL, ez a mosdó. Basszus, hallod, először kajakasztottam, hogy ez valami tükör. Hát ez nagyon jó, nagyon zseniális, ez... Pedig ez csak híg, gondolom fölé, vagy mögé meg van építve ugyanez, és olyan hatás kell, mint a tükör lenne. Hát ez baromi jó, ez zseniális. Hú, de baromi jó ötlet, na, ilyen nekem eszembe sem jutott volna. És... Akkor várjunk. Jaj, nem mondod! Gyerekek, most ezt nem fogom kielemezni, de ez itt a fiú mosdó, ez pedig a lány mosdó. Szerintem nem kell magyaráznom, hogy miért egy kard, és mi... Oké, jó, rendben. Ez eddig nagyon zsír.
Oké, na menjünk tovább. Itt is volt valami, ne hagyjuk ki ezt se. Ez az igazgatói iroda, gondolom én, vagy valami tanári. Hát ez zseniális, hát ez nagyon áll a gyerekek. Oké. És ez itt a tornaterem, ahol nekem a meghallgatásom lesz, állítom. Legalábbis, ha a filmet követjük. Meghallgatás. Mi van? Ja, ez csak a dob. Akkor ez a gomb kell. Ó. Oh. Hát ez meg... Ebben a minigémben a gitározást fogjuk imitálni. Indítás után színes gyapjuk fognak a színpad felé csúszni a pályán. A feladatod az, hogy megnyomd a megfelelő színű gombot, mikor a gyapjú eléri a kőblokkot, maximum kétszer ronthatsz. Ha harmadszorra is hibázol, újra kell kezdened a próbát. Az emerald gomb a kilépés. Ez most ilyen izé? Hogy hívják azt a játékot? Guitar Hero. Csak nem? Na te erre kíváncsi leszek. Start indítás. Skip átugrás. Na akkor start. Nem mondod. Az mekkora már? Hát ezt nem hiszem el. Hát ez nagyon állat. Hát akkor gitározzunk, gyerekek. Milyen hangot ad ki? Pittyen egyet. Aha. Vágom. Hát ez egyszerűnek tűnik. Narancssárga. Ez nagyon állat. El vagyok képedve. Hát hogy? Hogy lehet ilyeneket? Ez nagyon durva. Te jó Isten. Gyerekek, ez zseniális. És ez olyan meddig megy most? Nagyon jó egyébként, nem az, hogy unom, csak mikor van ennek olyan vége? Na nézzük, zöld. Piros. Sárga. Narancs. Vagy meddig megy? Eddig. Itt egy gomb megjelent. Hatodik küldetés. Köszönöm, elég volt. Sajnos túl hangosak vagytok. A következőt. Jennifer már vár a városháza parkolójánál. Oké, akkor... Na most... skip. Akkor kilépés, gondolom. With the people audition, battle of the bands. Na jó, akkor menjünk. Városháza parkolója. Na go, gyerekek, go! Kimegyünk az ajtón, és megnézem a térképet, hogy merre van a városháza. Ez barom jó volt. Hallod, ez hihetetlen. Na tehát itt kijöttem, és nézzük a térképet. Tehát itt van a suli. Itt elmegyek balra mondjuk, aztán itt, és ugye ez a városháza, igen, ez ikonról is föl lehet ismerni, és a parkolóban vár, tehát valahol itt. Akkor itt elmegyünk, balra, viszont kéne kaja. Hol is kell venni kaját? Azt mondja, meglátjuk. El kéne menni kajáért. Térkép, és akkor hol a kaja? Itt a villa. KFC. Tehát akkor el kell menni itt a parkoló végéig, a sarkáig, aztán balra. Na jó, akkor erre, és menjünk kajáért. Remélem, hogy többet is lehet egyszerre, mert nem akarok mindig visszamászkálni. Rossz fele mentem. Még egyet tovább kellett volna, úgyhogy akkor lemegyünk itt. Azt hiszem, jó felem vagyok. Aha. Aha. Dinnerban, hello feje lefele lévő ürge. Ez mi? Mineral water? Az ásványvíz, nem? Aha. Akkor... Aha, ja, ő adja a csirkét, hát. Ó, 64! Nagyon jó, tökéletes. Na, ez így már elég is lesz, eszünk is gyorsan. Itt van Jennifer. Micsoda? Clock Tower Lady. Ja, ő a szórólapos, nő. Szia Jennifer, na nézzük, mit mondasz nekem. Marty. Sosem állhatok ki még egyszer a dobogóra. Jennifer, szerintem el kellene küldened a lemezgyárnak a számaitokat. Marty, igazad van Jennifer. De mi van akkor, ha elküldöm és nem tetszik? Jesszusom, már úgy beszélek, mint az apám. Óratornyos nő. Mentsétek meg az óratornyot! Gyűjtés rendezünk, hogy új óra kerüljön a régi helyére. 30 évvel ezelőtt belecsapott a villám és azóta nem jár az óránk. Őrizik meg a röplapunkat. Mentsék meg az óratornyot! Danny. Jennifer. Jennifer. A papám. Mennem kell. Szia. Hetedik küldetés, későre jár, ideje hazamenni és megvacsorázni.
akkor go haza, amint meg tudom, merre kell menni. Ha itt vagyok én most, valahol, ugye már itt voltam, akkor meg kell fordulni, és elmenni végig az utolsó kereszteződésig, aztán balra. Na jó. Akkor erre, és akkor menjünk. De várjunk, én kaptam valamit, nem? Várjunk, family photo. Ezt kaptam. Save the clock tower. Igen, hogy belecsapott a villám 10 óra 4-kor. Blá, blá, blá. Na jó, van, gól tovább. Menjünk haza. Ez meg micsoda? Hello! Jaj, ez az izé... A csirkés KFC-s izé... Hát ez nagyon jó. Hát ezt összehoztátok. Ez az nagyon tetszik eddig ez a játék. Esküszöm, olyan érzésem van, mint hogyha nem is Minecraftoznék, hanem valami másik, teljesen másik játékot játszani. Hát nagyon jól meg vannak csinálva. Nagyon-nagyon nagy ötletek vannak benne. Ez a Doki háza volt, és ez az én házam volt, ugyebár? Na. Jó, és akkor... hát ez a család, ez zseniális. 8. küldetés. Marty, Jennifer Parker kétszer telefonált. Nem tetszik nekem az a lány. Egy lány ne fusson a fiúk után. Linda, akkor hogy a csodába találkozhatnék valakivel? Lorraine, arra is sor kerül, ahogy én találkoztam apáddal. Linda, a nagyapa elütötte a kocsival. Ha nagyapa nem ütötte volna el akkor, meg se születettek volna. Megsajnáltam és elhatároztam, hogy elmegyek vele a tengermélyi varázsbára. Apátok akkor csókolt meg először, mi alatt táncoltunk. Marty, indulnom kell, mindjárt egy óra. 8. küldetés, mielőtt elmész Dokihoz, keresd meg a kameráját a házában. Ez micsoda? Ez a vacsorám? Meg a torta. Welcome home, Uncle Joey. Isten, az a tudja, itt a Joey bácsi, ez a torta, amit a filmben ugye az asztalra dobtak, mert nem engedték ki Joey bácsit a börtönből. Ez nagyon jó. Szóval akkor menni kell a Dokihoz, akkor itt kimegyünk, át a Doki házához. A végén meg fogom ismerni teljesen a város, és akkor keresem a kameráját. Hát ugye itt lent már körülnéztünk egyszer, úgyhogy biztos, hogy fönn lesz valahol. Hát azért a fene tudja. Nézzük meg a ládákat. Itt nincs semmi. Mindjárt sejtem, hogy első nem fogom megtalálni. Hát itt valószínűleg itt se lesz. Itt már voltam. Ja hát... Ó, 9. küldetés. Ha kiveted a ládából a kamerát, menj a Twin Pines Mall parkolójához. Kamera. Videókamera. Kérem szépen. Mi van ráírva? Letehető erre aranytömb. Oké. Akkor gó vissza a parkolóba. Vagyis gó el a parkolóba. Kiárat. Itt a kiárat. És akkor innen, hát nem arra, hanem erre. Mert itt a parkoló ugyebár. Na menjünk. 10. küldetés. Loki az sehol. Ott a Loki! Marty, Doki! Doki! Marty, eljöttél? Tanulja lehetsz a nagy kísérletnek. Ez a csúcs, erre vártam egész életemben. Jó, de hát ez a DeLorean, mi közelnek a kísérlethez? Marty, minden kérdésedre választ fogsz kapni. Kezdhetjük? De Doki, ez a DeLorean, és itt várt ki a végét. Jöhet a kísérlet. Einstein órája tökéletes szinkronban van az én órámmal. Jó utat, Einstein. És most indíts be a kocsit a távirányítóval. 10. küldetés, lássuk, mit alkotott Doki. Indíts be a kocsit a távirányítóval. Milyen távirányítóval? Hol a távirányító? És a kamerát, ezt csak tartsam? Ezek... Dr. Emmett Brown Enterprises. Plutónium? Hát ez nagyon állat. Távirányító. Ó, itt a kar. Bakker. Nem mondod? LOL! Hát ez nagyon jó. Beszarás. Einstein. Doki. 10. küldetés volt. 11. küldetés. Ha-ha-ha-ha, Einstein! Az ő szempontjából az egész egy pillanat alatt zajlott le, pedig az órája pontosan egy percet késik, ásiklott azon a percen, hogy azonnal visszaérkezzen. Marty, közösséges benzinnel működik, vagy ólommentessel? Doki, ehhez egy kicsit több kakaó kell. Plutónium. Marty, nem lehet csak úgy besétálni a boltba és plutóniumot venni, csak nem lopta?
Doki, egy külföldi terrorista csoporttól. Azt akarták, csinálják egy bombát. Gyere, vedd fel a védőöltözetet, újra kell töltenünk. 11. küldetés, töltsd meg a kocsit plutóniummal. Előtte azért vedd fel a védőruhát, mindent megtalálsz a Doki furgonjánál. Ez a DeLorean, akkor ez a furgon. Na hát persze, hogy nem tudok elsőre fölmászni, de másodikra se. Na már! Hú! Na azért. Ja, csak az ajtót nyitja. Sugárvédő ruha! Ez nagyon állat, akkor vegyük föl. És tényleg olyan, mint a filmben a sárga ruha. Oké, akkor... akkor innen kell kivenni a plutóniumot, gondolom én. És plutónium. Beszarok. És akkor most töltsem fel. Üzemanyag. Remélem, hogy ide kell betenni. LOL, és igen. Doki, uram is, te rám találtak. Nem tudom, hogy de rám találtak. Menekülj, Marty! Marty, de micsoda? Na mit gondolsz, a terroristák? Uramisten, elvonom a figyelmüket. 12. küldetés. LOL! Doki, várjon! Ne, rohadtak! 12. küldetés, tűnés, mielőtt téged is lelőnek. Szállj be az időgépbe és indíts. Szálljak be. Így. Na go! És megérkeztem. Hillbilly 1955. Na jó, akkor én azt mondom, hogy eddig eljátszottam ezt a pályát, itt lesz egy kis szünet a következő részig, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, eddig ez a pálya nagyon tetszett, remélem, hogy nektek is. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok, hamarosan jövök a folytatással!